Bogdán Mária médiakutató, az MTA Kisebbségkutató Intézetének munkatársa. Jelenleg doktori disszertációját írja a Budapesti Corvinus Egyetem Társadalmi Kommunikáció doktori iskolájában. Kutatási területei a rasszizmus modern formái, a magyarországi roma polgárjogi mozgalom, valamint a média és identitás kérdései. Fulbright ösztöndíjasként ehhez kapcsolódóan a Columbia Egyetem kutatója volt New Yorkban 2008-2009-ben, ahol a rasszizmus modern formái és ehhez kapcsolódó kritikai társadalomelméleti megközelítéseket tanulmányozta. Egyetemi tanulmányait a Pécsi Tudományegyetemen és a Színház és Filmművészeti Főiskolán végezte. Kérjük akkor az előadást. Nagyon örülök én is, hogy itt lehetek, és előadhatok. Nagyon izgultam, mikor erre az előadásra készültem, mert hogy nagyon sok mondani való van. És hát ugye próbálok válaszolni arra a közös kérdésre is, hogy az én kutatásom, illetve az én meglátásaim a kutatásommal kapcsolatban hogyan változtathatnak azon a társadalmi berendezkedésen, amiben most élünk pozitívan. Nekem egy rossz szokásom van, én mindig megírom a szövegemet, de úgy írom meg, hogy beszédre írom, mert volt régen egy olyan szakmám is, hogy tudok úgy csinálni. És hát a sokkal élvezetesebb, mert akkor nagyon sokat szoktam őzni, és akkor így nem őzök annyit. Van PPT-m is, nem biztos, hogy azonos leszek vele a szövegem olvasása közben, de igyekszem. Tehát gyakorlatilag most egy olyan szöveget hoztam, amiben egyrészt bemutatom a doktori kutatásom témáját, azokon az elméleteken és elgondolásokon keresztül, amiken keresztül közelítek hozzá. Tehát gyakorlatilag egy esszéisztikus szöveget hoztam. De mindjárt az elején egy másik területre kalandozok, a művészettörténet területére, és ezt a Junghaus Tímának köszönhetem, sokat szoktunk beszélgetni, és hatással vagyunk rá, tehát egymásra, tehát működik a kutatócsoport. Ő ajánlotta nekem ezt a képet, ez az első roma ábrázolás, egy ismeretlen művész kezéből származik, ez grafika. És ezt azért hoztam, mert az én doktori kutatásom témája a magyarországi romák média reprezentációja. És a reprezentáció kapcsán hoztam ezt a képet. Ugye, hogyha csak itt most szabadon beszélek egy röviden a reprezentációról, ugye a reprezentáció mechanizmusára, hogyha gondolunk, akkor azt tudjuk meg majd az én szövegemből is világos lesz, hogy gyakorlatilag jelentéseket hoz létre azokban, akik nézik. Tehát ez, én azt gondolom, hogy ez az a kép, ami a legelejétől kezdve és a mai napig is valószínűleg meghatározza azt a kromaképet, amit a médiában, illetve a nyilvánosságban látunk magunkról. Úgyhogy én egy darabig így hagyom, miközben olvasok. Stuart Hall és a reprezentáció új értelmezésének tükrében vizsgálom a romák társadalmi jelenlétét, illetve annak alakulását. A reprezentáció egy összetett jelentésalkotó folyamatot jelöl. Vizsgálatán keresztül elsősorban arra a folyamatra koncentrálunk, ahogyan a valóság, például egy adott társadalmi csoport, a bemutatásán keresztül valamilyenné válik. Jelentésekkel ruházódik fel. A reprezentációs elmélet értelmében a jelentések kijelölhetik egy csoport helyét a társadalomban, meghatározhatják a róluk szóló tudást, hatnak az identitásra, az értékrendre, ugyanakkor ezek a jelentések sosem egyfélék, változhatnak, de fontos, hogy a reprezentáción keresztül jönnek létre. Tehát a média reprezentáció alakíthatja egy társadalmi csoport megítélését. Például egy társadalmi csoporttal, a mi esetünkben a romákkal kapcsolatos előítéletek felerősödhetnek és hangsúlytalanná is válhatnak e folyamaton keresztül. Fontos azonban, hogy amikor média reprezentációról beszélünk, akkor mindig hozzá kell, hogy kapcsoljuk egy adott médium mögött húzódó hatalmi, stratégiai megfontolást, aminek meghatározó szerepe van a reprezentációs jelentésteremtő folyamatban.
A média romákkal kapcsolatos reprezentációs gyakorlatát vizsgálva azonban arról a viszonyítási alapról is képet kapunk, amihez képest látszódnak a romák. Ez az, aminek a képe nem tudatosan, de automatikusan létrejön, és ami többségnek, magyarnak, normálisnak címkézett kimondatlanul. A romák média reprezentációjával kapcsolatos vizsgálatok meghatározó, de eddig nem igazán hangsúlyos oldala rajzolódik így ki. Viszont ennek az oldalnak a megmutatása a romákkal kapcsolatban folyamatosan létrejövő előítéletes ábrázolásmód megértését nem csak teljessé teheti, hanem előre mozdíthatja ennek a gyakorlatnak a megváltozását is. A sztereotípiák, előítéletek, a diszkrimináció, vagyis ahogyan Susan Fiske, akitől én veszem ezeknek a fogalmaknak a definiálását, ő gyűjtőfogalomként torzításoknak hívja ezeket a fogalmakat. Tehát ő azt mondja, hogy ezek nem tudnak eltűnni az emberi kommunikációból, hisz sok esetben segítségül szolgálnak az ismeretlen, váratlan vagy kognitív szempontból túlterhelt helyzetekben. Ilyenkor valamiféle automatikus válasszal reagálunk megoldásképpen, és ezek a megoldások a magunkkal hozott torzítások eredményeként születnek meg. Más a helyzet viszont, hogyha egy konkrét csoport általános társadalmi megítéléséről beszélünk, illetve annak egy tagjáról, és más, amikor a hétköznapi rutin szintjén szembesülünk új helyzettel, amiben döntenünk kell. Az egyes társadalmi csoportokkal szemben alkalmazott torzítások az utóbbi évtizedek kutatásai szerint sem tűntek el, csak formailag alakultak át. Többnyire másként vannak jelen a mindennapi életünkben. Tehát többnyire másként vannak jelen a mindennapi életünkben, és másként is nevezi őket a vonatkozó tudományos nyelvezet. A torzítások új formája a rejtett torzítás. Az így létrejövő gondolkodásmódra a tudományos élet többféle elnevezést ismer és alkalmaz. Ilyen a modern rasszizmus, a szimbolikus rasszizmus, amelyek mindig ugyanazt a szemléletet írják le, és amit én a rasszizmus modern formáiként nevezek. A rejtett előítéletek hátterében, a társadalmi nyomásnak is elegettéve, mindig ott áll az előítéletmentességbe, az egyenlőségbe vetett hit. A folyamat során pedig ez kerül szembe az ismeretlenre adott automatikus válaszainkkal, a sztereotípiáinkkal és az előítéleteinkkel, amelyeket általában közvetlenül a közvetlen környezetünkből hozunk. Tehát ez is azt mutatja, hogy a médiának fontos szerepe van egy társadalmi csoporttal kapcsolatban létező válaszok alakulásában. A rejtett torzítás a rasszizmus modern formáinak fő jellemzői, tehát a közvetettség, a nem direkt módon történő megkülönböztetés és az automatizmus. És ebből következően is jellemzi még az érzelemmentesség, az ambivalencia, a kétértelműség és az indirektség. Ha megvizsgáljuk a modern rasszizmus és a szimbolikus rasszizmus skála, vagy szimbolikus rasszizmus kérdőíveit, akkor a lehetségesen adható válaszokból is látszik, hogy a társadalom általános felelősségvállalásának, szolidaritásra való törekvésének szintje mind befolyásolja a rejtett torzítások alakulását. A kérdőívek által a gondolkodásmódjukban a modern, szimbolikus, látens rasszizmus jegyeit hordozó emberek leginkább az adott társadalmi csoportot hibáztatják esetleges előnytelen helyzetükért. Emellett jellemző még a kulturális különbségek túlhangsúlyozása és az a szemlélet, hogy az adott csoportot mint homogén egységet tekintik. Tehát a másik csoport tagjait egyformának és a saját maguktól különbözőnek tartják, így például alapvetően a nyelvi, vallási és szexuális szokásokról is azt gondolják, hogy azok teljes mértékben különböznek a sajátjuktól. Az ambivalencia szempontjából fontos tartalom az adott társadalmi csoporttal kapcsolatban az akadályok hangsúlyozása, vagyis miközben a kimondott szándék támogató jellegű, ez egyben lekezelő, sajnálkozó jelentést is kap egyszerre. Így a rejtett rasszizmust, mint gondolkodásmódot a felsorolt jellemvonások miatt nehéz tetten érni, de hatása egyértelműen kimutatható egy társadalomban. Például úgy, hogy egy adott társadalmi csoport bizonyos idő elteltével a rejtett módon kommunikált torzításoknak megfelelően kezd el viselkedni. A posztkolonista diskurzus, amivel én is foglalkozom, bár eredendően a gyarmati múlttal rendelkező kultúrköröket értelmezi, a diskurzus értelmezési köre jó ideje kitágult. Az elrendelt fogalma minden olyan társadalmi csoportra kiterjed,
akit negatív megkülönböztetés sújt egy társadalomban. E diskurzus által értelmezett alárendelt pozíció segít megérteni a cigányokkal kapcsolatban folyamatosan fennálló előítéletes, ellenséges viszonyulásokat is. Felhasználva a diskurzus kereteit, e nézőpontból a cigányok társadalmi jelenlétét alapvetően az ideiglenesség és az ehhez társított megtűrt idegenség határozza meg, szerintem. Amit a történelmi vonatkozások értelmezése is alátámaszt. A cigányok történetére vonatkozóan megoszlanak az elképzelések, de mindegyik verzióban a cigány az egy ideig megtűrt, megengedett másként szerepel. Több eredetről szóló feltevés létezik, de mivel valójában csak Zsigmond király menlevelei óta, azaz a 14. század környéke óta vannak írásos emlékek a cigányok magyarországi jelenlétéről, ezért a tudomány a nyelvi megközelítést tartja a legelfogadhatóbbnak. Innen jön az indiai eredet és a több évszázados vándorlás teóriája. Nem biztos, hogy eredetileg a romák alapvetően nomád, vándorló népcsoport voltak, de aztán ez a helyzet életmódjuk, identitásuk részévé vált, amit bizonyos idő elteltével az első írásos emlékek már jól láthatóan rögzítenek is. Ezek alapján a cigányok európai jelenlétét a kezdetekben minden állam ideiglenesként tartotta számon a saját területén, és ezt különböző szabályok és engedélyek kiadásával meg is erősítette, kialakítva ezzel az örökös otthontalanság és otthonkeresés képzetét, ami azóta is állandó narratívaként jelentkezik. A 21. századi Magyarországon és Európa más országaiban is az ideiglenesség hangsúlya nem tűnik el. Hivatalosan a cigányok etnikai kisebbség, ami elsősorban azt jelöli, hogy nincs saját, eredeti, hivatalosan deklarált hazájuk, anyaországuk. Mindemellett a velük szemben megnyilvánuló negatív előítéletes magatartás nem országspecifikus, de létezik, és akár a kanadai, a francia, az olasz eseményekből jól láthatóan nem csupán kelet-európai sajátosság, hanem általánosnak mondható. Az ideiglenesség, a folyamatosan újra megteremtődő diszkriminációs helyzetek, a rasszizmus bizonyíthatóságának nehézségei mind erősíthetik a bizalmatlanság, a bizonytalanság, az otthontalanság képzetét, a folyamatos otthonkeresés késztetését, és ezáltal az identitás részeként mindkét oldalon újra és újra létrejön a cigányhoz társított másság, idegenség képzete. Mindez az alávetettség helyzetét eredményezi, hiszen folyamatosan olyan kondíciók jellemzik a romák társadalmi jelenlétét, és ennek következtében a reprezentációs gyakorlatot is, amelyek megakadályozzák azt, hogy egyenlő tagjai legyenek a társadalomnak. Az alávetett olyas valaki, aki nem léphet be a társadalmi mobilitásba. És akkor most jön, gyakorlatilag az, már csak egy oldal, az én hipotézisem ezzel kapcsolatban. Fontos azonban látni, hogy az idegen pozíciója átmeneti állapot. Azt jelöli, amikor a jelölt még nem képes arra, hogy belépjen egy adott csoportba, ahol a státuszt kap majd, mivel még sem a csoport, sem ő maga nem készült fel erre. Ideális esetben, ha nyitott gondolkodásmód jellemzi mindkét oldalt, valójában két kulturális mintafúzióját megelőző fázisról van szó, amikor az idegenről beszélünk. Mégis jól látható, hogy ez a pozíció és egyben viszony idegenné teszi mindkét felet egymáshoz képest, mielőtt, hogy a csoport és az oda tartozni akaró egyén vagy csoport egy csoportot alkotna. Az idegen akkor szűnik meg idegennek lenni, amikor kulturális mintája összeolvad a csoportéval, akihez csatlakozott, és ezáltal a csoport újraértelmezi magát. Tehát, hogyha ez a folyamat nem egyoldalú. Az idegenségből, illetve az idegen viszonyrendszerből való kilépés folyamata az, hogy a két fél minél többet megtud a másikból, és ezt a tudást aztán használja a hétköznapi interakciókban. Mindez nem csak azért kell, mert ezzel lesz legitim az új csoport, hanem azért is, hogy az egymásról való tudás segítségével elkerüljék a félreértéseket, az előítéleteket, amelyek egymásról való tudás hiányából adódhatnának. Eddigi vizsgálataim és vizsgálódásaim alapján elmondható, hogy a magyarországi média reprezentációs gyakorlata folyamatosan újra termeli a romákkal kapcsolatos előítéleteket. Inkább látens módon a tudatlanság, felkészületlenség és az ebből adódó sztereotípiák következtében. Mindez társadalmi szinten a romákat újra és újra az alárendelt idegenként pozícionálja. E médiakép tükrében a jelölők zárt, ellenséges csoportként látszódnak. De ezen a fekete-fehér pozícionáláson kívül igazából nem tudjuk meg róluk, hogy milyenek.
A reprezentációs elmélet alapján az előítéletek csökkentésében szerepet játszhat az, hogyha úgy alakítjuk a reprezentációt, hogy az ne termelje tovább a negatív jelentéseket, a tudást, negatív tudást a romákról. Ugye egy ilyen felvetés erre a pozitív reprezentáció, tehát a pozitív helyzetek, jelenetek, tartalmak reprezentációja egy csoporttal kapcsolatban. Ezek azonban kevésbé hatékony eszközöknek bizonyulnak, bár kétségkívül van hatásuk. Tehát ilyen például most gondoljunk műsorokra, hogy az elméletből egy kicsit kiszakadja mondjuk a Megasztárra, vagy az Én valóságsóra, ahol pozitív bemutatást látunk, és szerethetjük a szereplőket. De valójában az előítéletes, tehát hogy akkor érünk el igazi hatást, hogyha már a létező előítéletes reprezentációs gyakorlatot romboljuk le belülről, tehát üressé tesszük ezeket a jelentéseket, amiket, nem tudom, hogy érthető. Tehát, hogy azáltal, mondjuk, én hoztam egyébként példát rá, de nem tudom megmutatni, mert nincsen YouTube, de hoztam erre a reprezentációs gyakorlatilag ezek kísérletre mintát. Tehát amikor mondjuk egy rossz fiú, tehát úgy képzeljük el ezt a példát, hogy amikor mondjuk egy köztudottan rossz fiú szereplőként azonosítható, mert az a jelentés van meg bennük, tehát ez a minta elkezd másként működni, ez a jelöltség, ez elkezd másként működni. Tehát nekem röviden ennyi a hozzáfűzni valóban ehhez a konferenciához, és letelt az időm, és köszönöm szépen a hangulatot.